Nem vihetünk át Magyarországra étolajat, továbbá cukorból is csak 3 kilót szabad átvinni személyenként. Ezt erősítette meg a Pannon RTV megkeresésére a horgosi határátkelőhely vámhivatala. A korlátozás az összes szerb-magyar határátkelőre érvényes, és ezt szigorúan ellenőrzik a vámosok. Kristálycukorból eddig naponta átlagosan 170 tonna fogyott Szerbiában, most 400. Nem érjük utol magunkat, 10-20 kilókat vesznek az emberek. Ezt Alexander Vučić a szerb közmédiának adott exkluzív interjújában mondta hétfő este. A vásárlók viszont folyamatosan arra panaszkodnak, hogy főleg a kisebb boltokban továbbra sincs hatósági áras cukor 1 kg-os kiszerelésben. Villamos energiát és szenet importál Szerbia idén és a tél folyamán, a fogyasztás mintegy 10-17%-át, jelentette be Zorana Mihajlović. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter hozzátette, a szerbiai villanygazdaságnak legalább 150 millió eurót kell befektetnie ahhoz, hogy a felszíni bányák ki tudják termelni a megfelelő mennyiségű szenet. Ma kezdődik a nyitott Balkán kétnapos csúcs találkozója az észak-macedóniai Ohridban. A találkozón a szerb elnök Alexander Vučić mellett részt vesznek Észak-Macedónia és Albánia elnökei, valamint Montenegró és Bosznia-Hercegovina tisztségviselői is, akik az országok közötti felsőoktatási, idegenforgalmi, kulturális és adószolgáltatási együttműködéséről tárgyalnak majd.